Továbbra sincs nyugalmuk a makhetes város részben élő szabadkaiaknak, mint mondják a migránsok folyamatosan lövöldöznek az erdőben minden egyes nap. No száku noć po čuje miaputni, száku noć. No se čuje, ali onošte bilo subotu veče, to je strašno bilo. Kao da smo u ratu. Sam se tako osjećala, a mindennaposá vált lövöldözések miatt a szerb rendőrség speciális egységei megerősített számban vannak jelen Szabadkán, és ellenőrzésük alatt tartanak minden olyan útszakaszt, amely az erdős részek felé, vagyis a magyar-szerb határ irányába vezet. A környéken élők szerint a rendőrség jelenlétével ugyan kicsit javult a helyzet, de a probléma nem oldódott meg, mert a taxisok most a kertek alatt hordják a migránsokat. Hát annyi, hogy most tényleg itt a rendőrök egy kicsit nyugodtabb a helyzet. Nyugodtabb a helyzet, de viszont az erdőben is lövöldöztek. Van lövöldözés, igen. Taxisok azok most kikerülik itt ezt a részt, mert tudják, hogy itt a rendőrök, és mennek a csordás úton arra körbe, kiengedi ott őket, és ott még megint a kerteken a házak alatt meg ott mennek. Ott meg a népek azért fének. A szabadkai befogadó központban is sok migráns pihen napközben. Fáltállt olyan a késő délutáni órákban ülnek taxikba, és a magyar-szerb határ felé veszik az irányt, ahol megpróbálnak átjutni a kerítésen.